Azrínyi Ilona gimnázium és kollégiumban nem csak az egyetemre próbálják felkészíteni a diákokat és ehhez megadni az alapokat, hanem olyan értelmiségi pályára is készítik őket, ahol az alkotásnak és a művészeteknek kitüntetett szerepe van, közölte az intézmény vezetője. Korábban a kórus művészetéről ismerte mindenki a középiskolát, az évek múltával a vizuális nevelésre helyeztek nagyobb hangsúlyt. Azok a jelek, amelyek filmek, képek, reklámok formájában zúdulnak a gyerekekre, nem mindig az igényesség kategóriájával írhatóak le. Én úgy gondolom, hogy ki kell alakítanunk egy olyan befogadói mechanizmus, amire felnőtt korukban is biztosan támaszkodhatnak. Meg kell őket tanítani, választani a jó, a rossz, az esztétikus és a csúnya között. Reméljük azért, hogy művészek is indulnak, hiszen olyan kis alkotói közösségek szerveződnek az iskolában, ahonnan van tovább lépés a művészeti egyetemek irányába is. Az intézmény több mint 60 diákja vesz részt a kézműves szakkör foglalkozásain. A kedden nyílt tanévzáró tárlaton kerámiákat, fotókat és egyéb képzőművészeti alkotásokat tekinthetnek meg az érdeklődők. A képzőművészet segíti a tanulók gondolkodását. Ezt Janics Kornélia keramikus mondta a tárlat megnyitóján. Én azt látom, hogy az itteni diákokon, hogy nyitottak, rendkívül értelmesek, gondolkodók, és itt a munkákban is. Tehát van olyan kéz, amelyik egy kicsit ügyetlen, de az a gondolat, ami mégis kifejeződik az ott hagyott tárgyon, az nagyon is sokat jelent, nem csak neki, hanem másoknak is, és üzeneteket hordoz olyat, amik fontosak. Nem csak őróla, hanem úgy nekünk is. Az Rényi Gimnázium galériájában szinte minden hónapban van egy kiállítás. Legtöbbször volt Zrínyis diákok műveiből, de évente minimum kétszer a jelenlegi tanulók is bemutatkoznak.